Sziasztok, Luce vagyok! Az első rendes videóm az nem más, mint kínai gasztronómiáról fog beszélni. Engem mindig nagyon zavart, hogy az emberek azt mondják, jaj, de finom a kínai étel, és ez az étel, amit mondanak, az nem más, mint a kínai büfé. No. A kínai büfé az nem az igazi kínai gasztronómia. Szóval igen, ez a szücsáni csirke, vagy még mi a fajta név van. Nem a szücsáni csirke az a leghíresebb ilyen kínai büfés kaja, ami nagyon finom, de az nem igazi kínai. Szóval, mi az nem igazi kínai? Az azt jelenti, hogy az ilyen kínai ételekből inspirált kajákat magyarosítva adjuk el magyaroknak. Szóval ezeket az ételeket a kínaiak nem eszik. Vagyis esszük, de nekem olyan, mint pizza, ilyen gyors étterem, szóval nem tudom, nem az igazi kínai. És én itt vagyok nektek, hogy beszéljünk az igazi kínai kajáról. Oh my god, olyan sok finomról fog beszélni. Amikor ezen a videón készülöttem, akkor este volt, hajnal éjfél volt, és ilyes voltam. Úgyhogy ezt a videót ne nézzétek este, mert nem fog jót tenni. Ami fontos tudni, hogy a kínai étel az a kínai kultúrához tartozik. Vicces, viszont a kínákkal mindig lehet kajáról beszélni. Ha egy beszélgetés akarsz kezdeményezni kínaiban, beszélj a kajáról. Az egy ilyen sose rontó ilyen téma. Amikor a kínaiak üzletelnek, akkor étterembe szoktak üzletelni. Szóval sok ivás, sok kajálás után, sok haverkodás után, azután fognak beszélni az ügyekről, az igazi fontos ilyen üzleti megbeszélgetésről. Tudom, ez furcsa, mert a magyaroknál ez nem így van. És ami még fontos tudni, hogy a kínaiak teljesen máshogy esznek, mint a magyarok, vagyis igazából a nyugatiak. A nyugatiak úgy esznek, hogy mindenki a saját tálából. Viszont a kínaiaknál mindig van egy kis táluk, amiben rizs van, és a rendes kaják azok egy nagy asztalon vannak, és vagy étteremben forrogni szoktam, de otthon csak egy nagy asztalban, csak a mindenki a körös asztal körül ül, és akkor egy pálcikával szedik a kaját. Szóval mindenki belenyúl más kajába igazából, mondjuk azt. Tudjátok, Kína egy nagy ország, és aki azt mondja, hogy nagy ország, ott sok színűség van. Szóval Kínában 4 nagy konyha van. Most már 8-at mondanak, de én 4-ről fog beszélni, mert ez is már egy jó kis bevezető, mert nagyon-nagyon komplikált. A 4 konyha mindegyik különleges, és mindegyiknek különböző fajta ízvilága van. Szóval ezek a különbségek az éghajlaj, a földrajz, a történelem, a szokásokkal befolyásolt különbséget keltettek. Mire Kína elérte a Song és Tang dinasztiába, az 1000 évbe, akkor került elő 2 nagy konyha, mert most is igazából elkülönböztetjük az északi kínaiakat, meg a déli kínaiakat. Szóval az északi kínaiak, ők inkább búzából való ételeket esznek, szóval sok tészta, meg ilyesmi, és a déli kínaiak pedig több rizst esznek, és kevesebb tésztát. Például északon van a jiaozi, vagy tészta, ezeket szeretik, és azokat eszik, meg eleve. Ez azért is van, mivel északon sokkal hidegebb van, mint délen. Ezért délen például inkább rizst esznek. A földrajzi különbségek miatt van egy ilyen fizikai különbség. Általában az északi kínaiak magasabbak, mint a déli kínaiak. Mivel én 174 centi vagyok, vagy lehet most már több vagyok, 175-176 körül lehetek szerintem már, és sokan azt hitték, hogy én északi Kínából jövök, közben nem. De ez csak is azért, mert én magas vagyok. Mielőtt én elkezdek beszélni nektek a 4 nagy konyháról, azelőtt elmondom, hogy milyen különböző fajta főzési módok vannak. Lefordítottam magyarra, viszont mondanám, nem létezik a magyar konyhába, ezért nehezen tudtam elmondani, hogy mi az pontosan. Szóval először van a chow. A chow az a sütni, pirítani. Shao az inkább ilyen párolás, de igazából az, hogy pici vizet raksz bele, és aztán kis tüzet fent hagyod. Van a jian, ez a pirítani. Ez olyan pirítás, hogy tojást pirítasz. Aztán van a chu. A chu az ilyen gőzölni, ilyen levesnél szokott ez történni, leves gőzölünk, levest sütünk meg. Aztán van a chen párolni, szerencsére tudta fordítani. Aztán van a kao az a grillezés, és az utolsó az nem más, mint a liangpan. A liangpan az ilyen hidegen fogyasztani. Szóval nálunk ez a liangpan fajta kaja az mindig ilyen előétel szokott lenni, szóval hidegen megeszünk, ilyen hideg uborka,
vagy hideg gombajs uborka, vagy tofu. Mindegyiket szakok majd képet, csak akkor lehet, hogy így sokkal jobban vizualizáljátok, mert én is egy ilyen vizuális ember vagyok, szóval, hogyha valamit látok, azt jobban meg tudom ígyezni, mint hogyha hallok. Szóval, akkor a négy konyha. Kezdeném a Luce-val. A Luce az inkább ilyen Shandong város környékén jellemző, ez a konyha, az inkább északkeleten van. Ez az egyik legősibb fajta konyha. Néhány konyhára adtam rá ilyen stílus, mert olvasom, hogy vannak ilyen különböző stílusok így a konyhában. Ezért mondom, a kínaiaknak nagyon fontos a kaja. Kínai azt mondjuk, hogy a 中国人讲究吃, ami azt jelenti, hogy hát igen, fontos nekik az étel, hogy hogyan eszik, mivel eszik, a 讲究. Talán, hogy jobb fordítást kirakom. Szóval a stílus ennek a konyhának ilyen nagy lelkű, nemes, magas színvonalú. Ott a ilyen földrajzi állapot, az nem más, mint mérséket hajlat, van folyótó, hegy, de minden ezen rengeteg ilyen tengeri gyümölcs van, a konyhájukban hús is, meg zöldség, meg gomba. Igazából náluk van az, hogy minden van. Ismertebbek tálak. Oh my god. Nem tudtam, mert én nem tudom, hogy ezt a fajta konyhát úgy hívjuk, hogy Luce. Ezért én nem ismertem, azt hiszem nem ismerek egy tálat sem, közben amiről beszélni fog, azt mind ismerem. Yiping tofu, qingtang yingar, muxurou, hongshao daxia. Ezeket mind ismerem, és ami engem nagyon lepedöbbentett, ez a qingtang yingar, az egy édes leves. Anyukám mindig is csinált ilyet. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen otthoni módszer, de nem, a kínai nők mindig ezt isszák, mert erre azt mondjuk, hogy szép bőrünk lehet. Kínában nagyon fontos az egy egészséges evés, de viszont ez az egészséges evés teljesen más, mint a nyugati egészséges evés. Mi itt inkább azt mondjuk, hogy zöldséget kell ennünk, gyümölcsöt, de Kínában azt mondjuk, hogy valamilyen étel valamivel együtt az jó a testünknek. Ez biztos összefügg a kínai orvoslással, de ezt majd továbbiakban, később majd egyszer valamikor beszélni fogok róla, mert nagyon komplikált, de tudjátok, hogy kínaiaknak ez fontos. És ugyanúgy ezért van az, hogy ez a qingtang nagyon furcsán, szerintem nagyon finomnak néz ki, de viszont amikor az emberek megtudják, hogy ez gomba, akkor lehet, hogy megijednek. De higgyétek el, nagyon finom. Én imádom. Szerintem ezt lehet hidegen inni, lehet melegen inni, télen melegen, nyáron hidegen, annyira finom, és wow. És ezeket a dolgokat lehet kapni a kínai boltokban, Budapesten, úgyhogy, hogyha ki akart próbálni, akkor ajánlom nektek, és vannak kínai negyedben kínai éttermek is, úgyhogy ott lehet nyugodtan ízlelni a kínai ételvilágot, ízvilágot. A következő az valószínűleg az egy ismertebb konyha, az nem más, mint a Chuancai. A Chuancai az a Sichuani regió konyha. Szóval mi erre azt mondjuk, hogy ez egy népi konyha, mert elég könnyen el lehet készíteni ezeket, és így a általános kínaiak ezt szokták csinálni otthon. És így mondtam, ez az egyik legjellegzetesebb kínai konyha. Az ízvilág. Nekem ez a kedvenc konyhám, ezt elárultam, mert imádom a csípőset. Szóval az ízvilága az kender. Ebben nem voltam biztos, hogy ezt így mondják el, de utána néztem, és elvileg ez a helyes szó rá. De ez a kender, hogyha esetleg nem ez a szó, ez a elzsibbat érzés a szádban. És ezt a szucsonyiák nagyon-nagyon szeretik. És aztán van persze a csípős, fűszeres. A nyugatiaknak nem egy íz, de viszont a kínainak igen. Ez a xian, ami azt mondja, hogy friss. Szóval amikor a szádba viszed, hát ilyen friss íze van. Szerintem is tudom, hogyan mondjam el. De ez egy fajta íz a kínaiaknak. És még egy, ami szintén nem létezik így nyugaton, a xiang, vagyis ilyen ízes, illatos. Ezt inkább orral szokták érezni, de viszont a kínaiak, ők ezt egy ilyen íznek tekintik. Ismertebb tálak, shui zhu yu, chuan chuan xiang, yu xiang rou si, gong bao ji ding, ma po doufu, hui guo rou. Ebből is mindent ismertem. Oh my god, annyira finom, ez mind. És az első, az a shui zhu yu, ez a halas fajta levesség. Ezt Budapesten, még Korvin negyedben is nyitott egy étterem, ilyen kínai étterem. Elfelejtem konkrétan, hogy hívják magyarul, de nagyon-nagyon finom. Ajánlom, hogy aki Budapesten él, menjen el oda, mert wow, nagyon-nagyon finom ott az a shui zhu yu. A következő konyha az a yue cai, ami a kantoni
konyha. Kanton az inkább ilyen észak-délen van, észak-délen van. Eléggé fiatal konyha a többi konyhához képest, viszont ez a legismertebb, legnépszerűbb kínai konyha, mivel ezt exportálták ki a legtöbbet, szóval az általános kínai éttermekbe ezt a kantoni konyhát eszitek. És ezért van sokan, akik azt hiszik, hogy ismerik a kínai kaját, akik azt hiszik, hogy ismeri az igazi kínai kaját, és nem keverik össze a kínai büfővel, ők azt hiszik, hogy ez a kínai ízvilág, a kínai gasztronómia, de ez nem igaz. Mert ez, mondtam, Kína nagyon nagy, és én a 8-ból csak 4-et árulok el, úgyhogy van még 4 másik konyha, és mindegyik megvan a saját ízvilága, a saját fajta módszere, megsütni, megcsinálni, meg minden, és Kína tényleg nagyon egzotikus. Igazából én azt szoktam mondani, hogy Európa sok kicsi országból áll, és mindegyik megvan a saját nyelve, saját konyhája, saját kultúrája. Szóval ezt a méretet vigyük el Kínába, ugyanúgy van. Mindegyik tartomány megvan a saját tájnyelve, kultúrája, konyhája. Ennek a konyhának a stílusa a kiváló anyagok, szóval mindennek ilyen precíz és on pointnak kell legyen. És akkor itt lehet látni, hogy a kínai ízvilág az teljesen más, mint itt nyugaton, és mint hogyha felsorolnám az összes ismert nyugati ízvilágot. Szóval savanyú, édes, keserű, csípős, sós, jó, meg plusz friss. A lényeg az, hogy ez a konyha könnyű ételeket csinál, egyik extrémbe sem megy, ami azt mondja, nem túl sós, nem túl édes, nem túl csípős. És ezt a konyhát kötik a legjobban össze az ilyen egészséges táplálkozáshoz. Kínában fontos, hogy ne együnk túl súlyosan, hogy nem szeretik azt, amikor túl sokat teszünk eleve, meg nem szeretik az olyan ételek, ami után úgy érzik, hogy nagyon nehezen tudunk megmoccanni. Fontos az ilyen nem túl sós, nem túl édes kaja, igen. Nem szabad túl ízesíteni a kajákat, mert különben az nem egészséges. Mert persze a só meg a cukor azok nem egészségesek. És akkor a ismertebb tálak. Mi zhi cha shao, bao zai fan, bo luo gu lu rou, xiang yu kou rou. És aztán, amit a legjobban ismerünk igazából ebben a régióban, ebben a tartományban, az a gangshi zhaoqia. Szóval azt mondják a kantoniak, hogy a kantoni nyelvben, a Hongkongban a kantoni nyelv az, ha jól tudom, ugyanaz, minden esetre meg tudják érteni egymáshoz biztos. És ezért a kultúrájuk is hasonló, meg eleve nagyon közel vannak egymáshoz. Azt mondják a reggeli, hogy zhaoqia. Ha lefordítanám, azt jelenti, hogy reggeli tea. De viszont ők ezt hívják reggelinek. Szóval reggeliben nagyon-nagyon sok finom étel van, amit mindegyiket imádok. Xiaojiao, chashaobao, changfen. És akkor az utolsó konyha az a huiyangcai. Én, amikor megláttam ezt a szót, én azt tudom, hogy hogyan kell egy kiejteni, és hogy melyik tartományról van szó. De igazából ez az a tartomány, ahonnan anyukám jön. Szóval Jiangsu, a Shanghai környékén az ilyen északi konyha. Itt a jellegzetesség az, hogy pontos, gyelmes, és nagyon kell odafigyelni a vágásra, meg a tűzre. A kínai konyhában nagyon fontos, hogy milyen tűzzel főzöl mit. És az, hogy igen, mennyire nagy a tűz, hogyan vágod el a kajákat. A lényeg az, hogy ebben a konyhában mindennek tökéletesen kell legyen, hogy a tűz pont olyan nagy legyen, mint ahogy kell. Az ízvilága az inkább édes és friss, ismertebb tálak. Shizi tou, Yangzhou chao fan, Chai hui lian yu tou, Tang gan si, Wenlou tang bao. Szóval igen, ennyi is lett volna a kínai gasztronómiás videóm. Remélem, nem lettetek túl éhesek. Én biztos vagyok, hogy szerkesztést nézem, megint éhes leszek, mert engem a kínai kaják, annyira szeretem. Tényleg hihetetlen. Ez az olyan út, hogyha egyszer nekivágsz, akkor nincs visszaút, mert annyira finom. Tényleg egyszer csak meg kell kóstolni is, és tudni fogjátok. Még azt mondom nektek, hogy menjetek el a kínai negyedbe, és akkor az ottani igazi kínai éttermekbe menjetek el megkóstolni ezeket, ahol kínai szakácsok, akik Kínából jöttek ki. De viszont az igazság, hogy a kínai negyedi kínai éttermekben is azok az ételek, hogyha Kínába eszük meg, ott az igazi, tradicionális ilyen kínai ételeket. A kettő, hogy még hogyha ugyanazt összehasonlítjuk, akkor se ugyanaz az íze. És ez azért van, mert például Kínában
azokat az anyagokat, amit felhasználunk, és amit Kínában ültettek és neveztettek meg, olyan növények vagy hús, annak teljesen más az íze, mint itt Európában. Én mindig, ahogy a Kínából jön ki valaki, és akkor elvisszük egy étterembe, akkor megkérdezzük, hogy akkor ez mennyire kínai, és mennyire hasonlít a kínai igazi ízére. És azt mondja, elég hasonló, de még mindig nem az igazi. Szóval az igazság az, hogy én azt mondom, hogy kóstoljátok az igazi ízvilágot, kínai ízvilágot, menjetek el a kínaiedbe, de az se az igazi, de az is nagyon finom, és az meg sokkal közelebb áll Kínához, mint a kínai büfé. Viszont mondjuk, hogyha valaki velém vág, a kínai büfé is nagyon finom, nem azt mondom, hogy ne egyetek többet olyat, csak mondom. Kell tudni a különbséget, mert sajnos nagyon sok magyar azt hiszi, hogy a kínai büfé az az igazi kínai gasztronómia. Úgyhogy remélem tetszett a videóm, ha igen, nyomjatok egy lájkot, és jártatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, mert ez olyan boldoggá tenne, és akkor remélem találkozunk a következő videómban. Sziasztok!